jó napot! Szemügyre veszük a gumpodokat, illetve a beépített ágyúját a SU-25T-nek. Ez az ágyú a sima SU-25-ön, ami a Flaming Clipshez van, ez nincs. Tehát ez külön van a SU-25T-hez csak. Ez a két cső, itt ez egy 22 mm-es, vagy 30. Nem emlékszem pontosan. Viszont amit még hoztam, az a SPPU-21 gunpodok, ebből is 4 darabot. No, először is a 6-os gomb, 7-es gombbal, bocsánat, bemegyünk Air to Ground módba, majd a C gomb lenyomásával kiválaszthatjuk a gunt, tehát magát a fedélzeti fegyvert. Itt egy kicsit módosul, amit eddig csináltunk, ugyanis itt a ripple quantity, tehát a ledob, vagy a, igen, a ripple quantity helyett láthatóan egyszerre mozog a kettő, hogy mennyit oldjon ki, illetve hogy milyen időközönként oldja ki. Ez most egyszerre mozog, habár nem akarom egyszerre mozgatni, de mégis egyszerre csinálja, ugyanis ez itt innentől kezdve nem arra vonatkozik, hogy mennyit dobjon le, hanem mennyiből tüzeljen, illetve melyikből. Az egyes, itt fönn, ahol most áll éppen, az a fő fegyver, ami a gép alján van. Tehát ha most én a space megnyomom, akkor abból lő. Tovább megyünk. A kettes, az a két külső. Tehát ugye látható, van két R60-on fönn, illetve 4 darab pod. A kettes állása ennek, az a két külső gunpod. A hármas állása... Ups, hogy... Mind a négy gunpodom. Illetve a négyes állás... Minden egyszerre. Na most... ezt lehet teljesen simán, csak úgy, ahogy így, belagoltunk. Csak úgy, ahogy normális esetben ugye, természetesen ugyanígy itt is, ahogy mindig más, hogy baloldali csíkon látható két darab sötét-zöld, illetve kizöldített kocka, a között lévő kis nyilacska, akkor megjelenik, a között van a kis nyilaska, akkor megjelenik az LA, a Launch Authorized, és oda fogunk lőni, ahova ez a pici kisi karika mutat. Mindenekután most nem ott vagyunk, ezért nem oda lő. Mennyi töltény van még benne? Na tehát, a jobb oldali, itt alul a fegyverzetnél, amit látunk, van egy K betű a legszélén, illetve három darab K betű van az alsó sorban, ez... Jobbról haladva a belső, a beépített gunpod, és a két külső, ami a szárnyak alatt van, gunpodnak a tartályait mutatja, hogy mennyi van még benne. A K azt jelenti, az angol verzióban nem tudom, hogy mi állít, de az orosz verzióban a K az ott tele van. Utána lehet még olyan, hogy 1/2, az, hogy félig van, illetve 1/4, negyedig van a tartály. Úgy tartály, tehát az ammó benne, tehát a töltények negyed annyi van, mint amennyi kéne. Na most, ha normális esetben nem csinálunk semmi mást, csak simán szeretnénk lövöldözni vele, nekem most ugye ki van választva csak a belső, akkor a következőképpen tehetjük ezt meg. Ugye teljesen egyértelműen, hogyha megjelent az LA Launch Authorized, akkor lőhetünk vele, illetve ha a szögünk megfelelő. Na most, ez 30 fokos szögnél nagyobban nem működik a gunpod. És amint látszik, elég csúnyán lelöki az orrát. Jó, még a másik megoldás, amit lehet csinálni, ugye az az, hogy a TV-vel ráirányítjuk a fegyvert, és magát a gunpodot, és úgy befogtad. Jó. És ahogy látszik, ahogy nyomom fölfelé egyébként ugyanúgy a
ahogyan a, ugyanazokkal a gombokkal, tehát jobb kontroll és ő és U, növelem ugye a célnak a méretét, úgy teszi lejjebb és emeli följebb a gun a podoknak az emelését, illetve csökkenését, tehát ő ezt korrigálja, illetve ezt korrigálni tudjuk ezzel is. Illetve ott is látszik, ugye, hogy ahogy emelem fölfele egyre nagyobb szögbe a fegyvereket, annál közelebb megyünk, és annál lejjebb megy ez a fehér, vagy a kis karika. No. Lézer irányzék bekapcsol hozzá, és gyakorlatilag rajta kell tartanunk valamennyire. Hát ez nem sikerült kinyírni ezzel, de... De eltaláltam. Én láttam. Nyilván azért a páncél nagyobb, mint amennyit ez képes lenne átütni normális esetben. De tegyük föl, hogy vagyunk bolondok, és ugye a cut-off burst-öt kikapcsoljuk. És azt mondjuk neki, hogy akkor viszont azt fogjuk csinálni, hogy ami a csövön kifér, én csak azért is meg fogom tudni lőni a páncélodat, át fogom tudni juggasztani. Na, keressük meg a célpontunkat, ugye, ami jelen pillanatban az artilleri kéne, hogy legyen. Hopp. Jó, meg is van. És amilyen hülye vagyok, megint kikapcsolom a tévét, nem tudom miért. Ott is van, ki is jelölte. És akkor ugye most kikapcsoltam a... Tehát az egy dologra kell figyelnünk, hogy nagyjából irányba legyen a repülő. És el is fogytak a kis gunpodjaimból a töltények. Hát nem okoztunk túl sok kárt neki szerintem. Én legalábbis nem vagyok az a... Igen, hát félig levittük a HP-et, ez igen, ez nem artilleri ellen van kitalálva. Gyalogság ellen nagyon jó, őrbódék ellen nagyon jó, ilyesmi. Sziasztok!